szoba emlékeztet erre az államosítás utáni periódusra, tehát a TBC preventórium korszakára. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy egy szoba azért kell emlékeztessen erre a periódusra is. Tehát ez a periódus is a kastély történetének a része. Akár tetszik, akár nem. Hát Gernyeszegen vagyunk, a Teleki kastély parkjába. Ezt a kastélyt úgy nevezték, hogy a Maros égköve, vagy a Maros gyöngyszeme. Pont a Maros partján vagyunk, tehát a park végébe folyik a Maros. Ugyanakkor a stílus, amelyben épült ez a kastély, az is különleges, egyedi, mondhatnánk. Azt szokták mondani a művészet történészek, hogy egy olyan barokk kastélyról beszélünk, amely nem egy tipikus, egyszerű barokk kastély, hanem egy Grassalkovics stílusú barokk kastély, amelyet Magyarországon ismernek, hiszen Budapest környéki kastélyok közül nagyon sok ilyen Grassalkovics vagy gödöllői barokk stílusba készült. Itt Erdélyben nem igazán van példa erre, tehát a Gernyeszegi kastély a legszebb példája ennek a Grassalkovics stílusú kastélynak. Itt a középkorban egy várkastély létezett, amelynek az első említése 1477-ből származik. Aztán az 1600-as években, 1670-es években kerül a telekiek tulajdonába. 1772-ben dönt úgy a család, hát a család akkori feje, gróf Teleki László, hogy végül is ezt a várkastélyt elhordatja, lebontja. Nyilván 1772-ben már nem felelt meg a kor ízlésének, és akkor egy új, modern kastélyt épített. Több generáció járul hozzá a kastély építése, ezt a Teleki László kezdi, fia Teleki József folytatja, és végül is aztán az unoka, az ifjabb Teleki József fejezi be. Na most az államosítás után szerencsés Gernyeszeg olyan értelemben, hogy itt azért mégis működik egy intézmény, tehát nem egy valamilyen mezőgazdasági intézmény, tehát nem traktorállomásnak használják, hanem egy TBC preventórium működik itt az épületben több évtizeden keresztül, 2011-jel kezdődően vette újra birtokba a Teleki család, tehát napjainkban is a Teleki családnak a magántulajdonát képezi végül is a kastély parkjával együtt. A kastély talán legszebb terme az a díszterem, vagy a nagyterem. Ez 1905-ben került kialakításra, és azért nagy mértékben őrzi azt az állapotát, ugye van egy szép freskó a mennyezeten, és hát kétségkívül a legszebbek talán a három muránói üvegből készült csillár, és hát nem szabad elfelejteni a csempekályhákat sem. Elég sok csempekályha megmaradt a kastélyba, sok el is tűnt, de egy szép gyűjtemény van megmaradva. És akkor van itt két kis szoba még, hát amelyet próbáltak eredeti hát bútorokkal berendezni, tehát ami egy kicsit emlékeztessen a régi világra, az 1945 előtti korszakra, ugye a kis szalon, ahol ugye a kandalló az in situ, tehát eredeti, és itt többek között itt van néhány olyan bútordarab, amelyeket bizonyíthatóan a kastélyban voltak 1945 előtt. A kastély nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen az úgynevezett fejlesztési tervből, a híres Pénéréréből fog részesülni, olyan összegekkel, amelynek köszönhetően megújul a teljes kastély. A munkálatok azok rövidesen elkezdődnek, tehát egy-két hónapon belül el kellene kezdődjenek, és hogyha minden jól megy, akkor 2026-ban már egy teljesen felújított kastély várja a látogatókat. És hát a terv az, hogy itt egy kulturális központ jöjjön létre. Eddig is végül is a kastély egy kulturális központként működött, hiszen itt konferenciákat, kastélynapokat, művésztáborokat szerveztek. És hát ezt a küldetését azért szeretné megtartani a felújítás után is. Tehát nyitott lesz mindenki számára, látogatóknak, hiszen itt múzeumi rész fog létrejönni, lesznek állandó kiállítások, lesznek időszaki kiállítások, de természetesen konferencia központként is fog működni. Tehát
gondolom, hogy itt a Maros Mente számára egy fontos kulturális központ fog létrejönni Gernyeszegen.